Én folytatnám igazából ezt a történetet, mondanám, hogy nekem sincs könnyű helyzetem, nekem nem azért, mert nagyon sok mindenből kell válogatni, hanem mert a jövőről próbáltam összeállítani egy eladást, és ez egy kicsit bizonytalannak látszik még, de megpróbáltam összeállítani a, a képet. Tehát még egyszer, a projekt indult az OSZK informatikai átalakítási projektjeként, annak az azt indító indító volt 2016. november 8-án. A webarchiválás, ami ennek a, ez egy óriási projekt, ennek egy része, ez gyakorlatilag elindult körülbelül 2017 tavaszán. Most a, a projekt hivatalosan december 31-én az elszámolás az, az, inkább 19 június végével indul. Tehát magyarul most abban a szakaszban vagyunk, hogy a projekt lezárása után ö, meglévő tevékenységetnek most már hogyan ö, ö, szervezzük meg a hosszú távú működését. Tehát erről próbáltam én összeállítani egy rövid eladást, ezen próbálok átmenni, hogy mi is kell, kellhet ahhoz, hogy, hogy, ezt most már úgy folytassuk, hogy ez beépül reményeink szerint a Nemzeti Könyvtár folyamatos, hosszú távú tevékenységében. Hát az első, azon rövid át tudok menni, az, hogy ez egy folyamatos üzemszerű működés legyen, ez kell egy pilot, erről azt gondolom, hogy elég részletes véleményt kaptunk. Egy nagyon intenzív tanulási szakasz van, különben ahogy tájékozottunk, ugye talán kevésbé volt arról szó, hogy elég alaposan kollégáim megnézték a nemzetközi vízeket. Lemaradtunk sok országhoz képest, ezt a hátrányt előnyé tudtuk úgy változtatni, hogy nagyon sok tapasztalat van, már, volt már azért a területén területén, Ausztráliától az Egyesült Államokon át Skandináviáig. Majd mindenhol azt az ütemtervel találkoztunk, hogy mindenhol volt egy-két egy, két vagy több éves pilot szakasz, egy ilyen kísérleti szakasz, ami után aztán egy-egy országban elindultak a webarchiválások. Volt, ahol az, ha ja, jól még talán Norvégiában meg is állt egy időre, és aztán utána indult, újra folytatódott. Amikor a legelején volt, kaptunk olyan kérdéseket, hogy jó, akkor kezdjük, de akkor most ez mennyi gép kell, mennyi tárhely, mennyi ember. Nem lehetett addig tervezni, ami nem látjuk pontosan a feladatot, tehát ezért is volt erre szükség. Tehát ezért kellett igazából Hát ugye többször volt ilyen kérdés a hardware kapcsán is, hogy mennyi, mennyi kell. Nehezen lehet megmondani, hogy mennyi az annyi, amíg nem kezdjük el. Most is, még most is nehezen tudunk igazából ilyenre válaszolni, mert erre az a, úgy kezdődik a válasz, hogy attól függ, mennyit, milyen gyakran, milyen mélységig, milyen fájtípusokat. Tehát nagyon sok mozgó paraméter van, aminek a beállításával tulajdonképpen a, például egy ilyen mennyit kérdése lehet válaszolni. Uh, no, a, mennék tovább akkor a, a, a reménybeli jövő ö, végig gondolásában. Tehát amiről már a, a Laci beszélt, ö, fontosak a, fontos a munkaerő és a fontos a szerezeti feltétel. Ö, ö, még a webarriválásról annyit érdemes tudni, hogy a hazai gyökereket mondhatnám egy 2006-os network shop eladásból szoktuk indítani, akkor éppen Rótos kollega mérte fel a terepet nemzetközi tapasztalatok alapján és tulajdonképpen a Miskolci Network Shop-on egyfajta felhívás fogalmazódott meg, hogy, hogy ezt el kell kezdeni Magyarországon, már akkor is elmaradásban voltunk, és mindenki támogatta, sőt be, bekerült az OASZK stratégiai tervébe, tehát nagyon jó alakult a helyzet. Még volt is az akkori egy, egy megbeszélés, egy kerekasztal, hogy hogyan kellene ezt Magyarországon elindítani. Tehát minden rendelkezés át csak éppen erőforrások. Nem még, még technikai hadver erőforrás akadt volna, mert gépet, tárhelyet még azért lehetett találni, de egyszerűen erre kimondottan csak ezzel foglalkozva ember nem jutott, még vagy tíz évig. Úgyhogy ami fontos a folytatáshoz, és most ebben a helyzetben vagyunk, és nagyon reménykedünk, hogy Legalább ez a, ez a kis csapat, uh, akik mi ezt szervezzük, uh, koordináljuk, Lótos és két uh, csak erre uh, felvett és, uh, csak ezzel foglalkozó kollega, uh, akik uh, jelenleg határozott idővel uh, dolgoznak a projekt keretében, hogy ez meghosszabbítódik és egy folyamatos foglalkozásá válik, plusz a két informatikusunk mind a kettő részmunkaidőben foglalkozik és nagyon bízunk benne, hogy ezt tudjuk szintén folytatni. Annyit érdemes elmondani, hogy, hogy ugyan keresett műfaja az informatikus, de, de nehezen tudnánk ezt csereszabatosan szabatosan elgondolni, mivel a két kollega, aki ebbe belásta magát, elég speciális terület, Kovács Péter barátunk, aki itt az UASZK-ban dolgozik, ő majd tíz éve már elkezdett ennek a technológiájával foglalkozni. Vitéz Gábor, aki korábban már a Magyar Atmos könyvtár révén régi partnerünk, ő az elmúlt egy-két évben ásta a magát, és ez mivel egy új, speciális terület, nem a vállalatoknál, tehát sok helyen nem foglalkoznak ezzel a technológiával, tehát, tehát nagyon fontos, hogy, hogy ezt folytassuk az, hogy folytassuk, az egy kérdés, hogy hol folytassuk, közben az OSZK-nak az informatikai projektje keretében folyik egy olyan munkacsoport, ami a szerezeti megújítást célozta meg. Ez is folyamatában van, a közel jövőben várjuk ennek az eredményét, és csak bízunk abban, hogy azt gondoljuk, hogy ennek a webarchiválásnak a jelenlegi struktúrában és a szerezetben az elkönyvtári szolgáltatások osztályán, ahol mi dolgozunk, lenne talán a megfelelő helye, hiszen mi itt foglalkozunk, most már közel húsz éve lényegében digitális megőrzéssel, ahogyan Rótusz Lanci utalt rá, elég régóta már digitális dokumentumok megőrzésével. Tehát az online világ megőrzése, én optimistán azt mondom, hogy elkezdődött már régóta dokumentumokkal, könyvekkel, aztán folyratokkal, elfolyratokkal, digitális képekkel, és ez az, ami, amivel folytatnánk egy jóval nagyobb lépés és nagyobb falat, most már a, tulajdonképpen a web szintű, honlap szintű archiválás. És nem hangzott el az előző előadásban, talán nem hat pontosítsak, még mindig nem a web, az internet archiválással foglalkozunk, csak hogy értelmezzük, az internet még mindig jóval nagyobb, mint a web. Már mindenki a webet gondolkodik, de még a Skype, a levelezés, nincs igazából módszeres levelezés-archiválás például. A rengeteg e-mail, amit szakmai, tudományos, kulturális körökben megírnak, megírunk, kapunk, küldenek és kapunk, nincs módszeresen úgy ennek is egy olyan archiválási üzemszerűsége, ahogyan a, a levéltárakban tőnképpen volt. Na, ennyit a szervezetről. Infrastrukturális feltételek. Elhangzott arról, az, hogy tulajdonképpen két szerver lábon áll egyelőre a, az, eddigi tesztelés, a webarriválás. Itt felírtam pár paramétert éppen az informatikus kollégáktól uh, up információkat kaptam. Uh, a kifinői lévő úszterem általos tárolónk uh, valamivel több, mint uh, félig elfoglaltuk. Itt lehetett hallani adatokat, hogy tulajdonképpen egy ilyen teljes körű archiválás elvitt uh, közel 5 terabájtot úgy tömörítve, tehát magyarul a, ennek a kapacitásnak a negyedét. A, a kisebb helyi OSK-szerveren, ahol egy másfél terabájtos tárolán, tárolónk van, ott is ö, ö, valamivel több, mint a felét elhasználtuk. Most a, a jelenleg, ez a jelenlegi helyzetünk, az eddigi, amit Laci elmesélt azok, alapján. Közel egy éve már elkészültek tervek a, tesztelések alapján, specifikációk, hogy, hogy, mi mindenre lenne igény, ez a kifő által elkészített, becsült hardware igény. Bár, amit említettem, nagyon nehéz ezt igazából belülni, mert tulajdonképpen, ha kétszer ennyi van, akkor talán kétszer ennyi helyet el tudnánk használni, hiszen egyszerűen nagyobb gyakorisággal, nagyobb mélységben archiválva a honlapokat. A helyzet jelenleg igazából az, hogy, hogy ez a nagy informatikai beszerzés, ami ebben a projekt keretében az ajlik, ez megcsúszott. Az informatikus kollégáink tájékoztatása szerint maguk a berendezések azok jó esetben idén évvégéig megérkeznek, de ezeknek az üzembehelyezése egy másik nem Kevés informatikai műhely, még ebből tényleg elindul egy működő szolgáltatás, itt nagyobb szerver-szerverek várhatóak, és egy jelentősebb tárhelykapacitás, ami többek között az elinduló tömeges digitalizálást is kiszolgálja. Tehát én azt az óvatos beszélést kaptam, hogy ez körülbelül a jövő nyára várható. Ergo tulajdonképpen a, a folytatást, jövő évvel folytatandó webarriválást ezzel a a, a infrastruktúrával folytatjuk, azt hozzátéve, hogy most kezdtünk el levelezni, és nagyon ígéretet, komoly ígéretet kaptunk a, a kifütől, hogy az ott lévő tárhelykapacitást, ha minden igaz, akkor véges időn belül megduplázzák, tehát még 20 terabátnyi tárhelyet kapunk. Metadatokról pár szót, erről is már volt szó, de egy picit más megközelítésben. Tehát amit az archivált weboldalaknál tudunk, ez talán nem jött ki elegé, hogy itt tulajdonképpen egy többszintes, legalább kép vagy háromszintes munkafolyamat képzelhető el. Tehát először is valahol a legmagasabb szint a legszélesebb körben, tehát most. Per pillanat a, a laci által említett honlapon, ahol ö, találtunk ö, ö, közel 300 ezer magyar domén címet, ennek az egyszintű aratása történt meg. Ennek a úgymond metadatolása természetesen ö, nem egyenként, nem kézzel történik, ö, hanem, hanem automatikusan a, a minimális adatokkal, éppenséggel. Folytatásban a minél szélesebb és nagy tömegű ö, esetleg teljességre törekvő webariválás is. Csak, csak így módon fogja tudni nyilvántartani valószínűleg ezt a rengeteg és egyre növekvő számú honlapot, hiszen ekkora tömegben az a féle kézi ariválás, kézi metadatolás, vagy vagy adatolás, amit egy, egy könyvnél részletesen a könyvtárosok megtanultak, egy képtelenség százezeres méretben. Amit lehet, a másik szint, a másik véglet, amiről szó volt, az, hogy közel száz adat. Ez különben nemzetközi ajánlások alapján szintén a kollégák dolgozták ki azt az adat, bocsánat, kicsit elmegy, azt az adastruktúrát, ami alapján közel száz féle adatot, könyvtári leíróadatot, tartalmi feltárásra alkalmas technikai adminisztratívat le lehet írni elvileg egy honlapról, vagy akár egy, egy gyűjteményről arról is elkészítették a leírásokat. Ez valószínűleg csak a válogatott, és azon, azon belül is csak a, csak abban az esetben lehetséges, ahol majd valószínűleg nyilvános szolgáltatást tudunk, hiszen ez emberi munkát igényel, és ebből van a legkevesebb szintén szó, és egyelőre abból, hogy ebből még nagyobb tömeg lesz, erre nem számítunk, és nem számíthatunk. Igen, tehát a részletes leírás az, az így fog történni. Ez egyelőre, ahogy elhangzott, úgynevezett XML-ben, formátumban készül, tehát abban az átmeneti állapotban, amiben vagyunk, ennek egyelőre nincs adatbázisa. A projekt kapcsán elkészült egy adatrögzítő alkalmazása tudástárakhoz az osk ban Ez, ezt is kipróbáltuk, leteszteltük még egy másik eszközzel, és végül oda jutottunk, hogy egy ilyen részletes XML adattárolás, ami, ami nem adabbádosban kerül, ezek egyszerűen XML fájlok, -ok struktúrát leért XML fájlok, -ok, amikor majd megérkezik egy, az informatikai fejlesztés kapcsán egy átfogó katalógus rendszerünk, abban bízunk benne, hogy ezt majd jól lehet integrálni. Közben az is van a diámon, hogy ezért ezek kéziszerkesztéssel folynak, tehát most némi csúsztatással, mint hogyha egyenként a, cédulákat leírnánk, tehát ez még nem semmilyen adabádis is támogatása nincsen. És közben a terv, amikor eljutunk az OKP-ig, akkor bízunk benne, hogy ezt meg tudjuk feleltetni a, a könyvtári adatokat a könyvtári szabványnak, és a terv az, hogy ez része legyen, integrálódjon majdani közös az amikuszt megújító katalógus rendszernek, és a majdani egységesülő digitális könyvtárrendszerünkben, ahol szintén egyéb adat szerkezetekre is szükség lesz, azokat is be tudjuk integrálni. Jelenleg több digitális gyűjteményünkben itt is különböző egyszerűsített adatok, például megosztott Google dokumentumokban tároljuk őket egyszerűen a kényelem és a, a nincs jobb más eszköz egyelőre a kezünkben. Tehát ez még valószínűleg a, a jövő évtől még ezek az eszközök állnak rendelkezésünkre, miközben intenzíven, egyre intenzívebben folyik a, a nagy ö, keret informatikai ö, ö, fejlesztés. Aztán szó volt már a munkafolyamatokról, ö, itt említette Laci, hogy több keretrendszerrel találkoztunk ö, a nagyvilágban, ö, Érdekes különben, ahogy itt az eladásra készültem, készültünk, jó néhány újdonság itt az elmúlt napokban jött be. Én még azért írtam kérdőjelet, mert szó volt arról, hogy megújul ennek a túlnak a, 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 a változata, amit eddig leteszteltek, és ez nem volt tökéletes. Ezek szerint ez a legfrissebb újdonság, hogy ez már a, az új verzió jött ki. Ö, ö, az egyik terv az, hogy, hogy ez egyfajta nyilvántartó rendszerként szintén majd integrálódjon a lendő könyvtári rendszerhez. Na, még a munkafolyamatokról gyorsan annyit, hogy a gyarapításról és ennek az üzembe helyezéséről. Én annyit értem, hogy szélességben, hogy azt próbáljam érzékeltetni, hogy tulajdonképpen a webarchiválást folyamatát Kicsit könyvtárosú gondolkodva, szélességben és mélységben kell elképzelni. Tehát a szélességben alatt azt értem, hogy először is meg kell találni, gyarapítani kell a webarchivum alapanyagát címekkel, honlapcímekkel. Milyen honlapokat kell, honnan archiválni egyáltalán. Na, ennek már látszik a, látszanak a, a, lehetőségei. Az egyik, amiről később picit bővebben lesz szó, az a készülében lévő webarimálási törvény, ami megint egy pár hónapja indult el még, a, a még tavasszal erről nem is álmodtunk, hogy lesz egy ilyen, most már úgy néz ki, hogy, hogy elindult, és ez, ez ö, a közeljövőben ö, valóság lesz. Ennek a, az elgondolása és terve, hogy ugyan volt szó, hogy, hogy az internet szolgáltatók tanácsa, ami hivatalosan a magyar doméneket nyilvántartja, volt egy próbálkozásunk, hogy megkapjuk rendszeresen tőlük ezt a doménlistát. Próbáltunk érvelni azzal, hogy számos európai országban is van a nemzeti könyvtár és a nemzeti domén nyilvántartók között ilyen célral egy ilyen együttműködés. Valami miatt a hazai szerezettel nem tudtunk dőlőre jutni, hiába ment el a főgazgatónk által aláírt levél. Ez az út jelenleg úgy néz ki Magyarországon nem járható. Tehát a, a web törvény kialakításakor ezért a minisztérium munkatársai azt a a, 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 az utat dolgozták ki, hogy lesz egy bejelentési kötelezettség a tartalom gazdák részéről. Ö, messziről azt mondom, hogy némi, vagy talán, de lehet, hogy nem szerencsés hasonlattal, ahogyan a kötelező példány törvény a tartalom a. a, a a kiadvány előállítókra rúlt kötelezettséget, itt csak egy bejelentési kötelezettséget ró, ahogyan a, a médiatörvény a, a, az egyéb médiatermékekre. Tudnunk, hogy ugye ezek után a, a könyvtárnak kell úgymond értemennie aratással a magának a tartalomnak, de ebből ebben bízunk, hogy itt lesz egy folyamatos ö, adatáramlás, ami legalább megcélozza ha nem is fog elérni soha, az biztos, a teljességet, valamilyen szinten a teljességet. És ugye ez is azért tudjuk, mint ahogy minden törvényi szabályozás csak az, az államigazgatási határokig terjed. Tehát már azok a magyar tartalmak, webtartalmak, amiről szó volt, és külföldi szervereken, külföldi intézmények által szolgáltatnak, arra nem terjed ki. Tehát ezért a bejelentési kötelezettség mellett egyéb forrásokat kell keresnünk, ahogyan már kerestünk. A könyvtárak listáját, az például a könyvtárintézettől kaptuk meg együttműködve, a Magyar Kutatóintézetek honlapjának a listáját az MTA könyvtártól. Ami még kidolgozása vár, hogy ezeket megkaptuk egyszerre, ebből a listából a kollégák készítettek egy mentést, de ugye ez az információ is változik tehát megszűnek intézmények, újak jönnek, Nagy Isten változik a honlapjuk, tehát ez bizony folyamatos karbantartást igényel, ami egy elég munka lesz. És még annyit a, ez a teljesség, szélességben való webarriváláshoz, hogy ezt az eddigiek alapján valószínűleg hogy csak egy nagyon felszíni rétegben tudjuk majd ezáltal menteni a, a webet. Tehát ö, senkinek képzelje azt, hogy egy ilyen web ö, mentés után egy weboldalt a, a címoldaltól a legutolsó oldalig egy az egybe le lehet menteni. Az a nagyon-nagyon ritka kivétel. Az az, hogy a teljeségben való mentésnél nem is olyan beállításokkal fognak dolgozni a kollégák. Itt jön szóba a szelektív mentés. Ö, Ö, igyekszem gyorsítani, ahol említett már intézményi listák mentén megy a dolog, itt már szóba került, hogy önkéntes javaslatokkal megpróbálom megszólítani minél szélesebb körben támogatókat itt előre kukucskálva. Ez egy olyan, ez egy a miénkhez nagyon hasonló, de mégsem a mi űrlapunk. A, a közel napokkal ezelőtt volt itt a, könyvtárak, a Könyvtárosok Világszövetségének, a konfer vagy a Könyvtárosok Világkonferenciája, ahol egy Kolozsvári kollégával beszélve erről a, a tervről, ők készített, készítettek a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban egy ilyen űrlapot, amivel a, a, az Erdély, a, kolozs, a romániai magyar könyvtárosokat próbálják mozgósítani az ottani magyar tartalma címeknek a begyűjtésére. Próbálkoztunk mi már egyszer a listájukon, nem túl sok eredménnyel, többször kell próbálkozni. És még a szelektív archiválás, minimum a cím archiválás szintjén, és erről szól majd terveink szerint a kerekasztal beszélgetés, nagyon-nagyon erősen bízunk és számítanánk közgyűjtemény együttműködésre, hogy hogyan lehet újra szervezni tulajdonképpen a, 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 többi közgyűjteményi ág tevékenységét pontosan ebben a, a hiszen, hiszen itt nekünk innen a, a nemzeti könyvtárból azért nincs és nem lesz teljes rálátásunk a teljes magyar nemzeti web tartalomra. Jó, szóba került már ez is, párnapos újdonság. Igazából terveztük egy ideje, hogy, a, hogy a, a, az amerikai Internet Archive konzorciumtól meg kéne szerezni, át kéne venni valamilyen módon az általuk már 1996 óta archivált magyar anyagot. Pár nappal ezelőtt kaptunk tőlük választ. Egyelőre egy olyan lehetőséget mutattak meg, itt mutatom a címoldalt, éppen a német archívum tesztjén, hogy el, valami olyasmiről van szó, hogy elkülönítenének, ahogyan a németekét, ugye a magyar anyagot is el tudnák különíteni a saját rendszerükben, és ennek egy külön felületi itt még az látszik, hogy a Deutsche Bibliothek dizájnjának megfelelő felületet biztosítana az amerikai internet archívum, plusz egyéb speciális teljes egyéb funkciókkal. Most folyik még tovább a levelezés, hogy, hogy ezt köszönjük. Van-e van milyen költségvonzata ennek, ez egyőre nem derült ki, és hogy mégiscsak volna arra lehetőség, hogy azt az említett 44 terabájtnyi anyagot fizikailag is mégiscsak meghez, megszerezzük hosszú távon. Jó, erről már beszéltem a minőségellenőrzésről, és arról, hogy a szelektív argum esetén lehetséges mélyebbre menni a honlapoknak, tehát alaposabb, teljesebb mentéseket elvégezni, és itt szó volt a minőségellenőrzésről, természetesen ezt sem fogunk tudni 3-4-500 ezer, de még 6 ezer honlapot sem mentés után egyenként ellenőrizni, tehát az valószínűleg csak a nagyon szűk válogatott része lesz a dolognak. Jó. A, igen, ö, még egy szó, ö, ugye szó volt a válogatásról, a, a gyűjtésről, az adatolásról, ö, de az egészet azért is csinálják, hogy megőrizzük hosszú távon. Tehát egyelőre az említett szerverek tárhelyére kerültek ezek a... a archivált adatok, és kerülnek majd, ahogy folytatjuk. De megint csak utalok az informatikai projektünkre, ahol egy kidolgozott, hosszútávú archiváló rendszer, egy digitális megőrző rendszer készül, tehát amennyiben, vagy ahogyan, ahol ott tovább lép a fejlesztési munka, szintén ezzel is majd mindenképpen össze kell kapcsolni, integrálnunk a webarriválás révén mentett egyre nagyobb tömegű anyagot, amennyit tudunk. És csak hogy mennyire fontos a hosszútávú megőrzés, negatív példaként hoztam. 2006-ban kollégám készítette el egy, egy már akkor, amikor még kacérkodtunk a webarhiválással egy kis minta mentést a címen még meg lehet találni, erről azt hiszem nem hoztam be címlapfotót, még meg lehet találni azt a közel 200 honlapot, amiről talán egy mentés készült 2006-ban, még, az egyszerű leírási adatok, igen, még Kokas kollega a nagy internet vadász honlapjára talán emlékszik, az itt megvolt, és sajnos az osk a, a különböző digitális tárolási költözések során egyszerűen ez az anyaga, a, és ez nem, és nem volt néhány száz gigabájtos, de 10 évvel előtt még 100 gigabájt sokkal nagyobbnak tűnt, mint mint most egy zsebbe hordozható gigabájt. Ez sajnos eltűn nyom nélkül. Az azt, hogy nyomozunk utána, még talán megtaláljuk. A szolgáltatásról megint csak egy, csak röviden annyit, hogy szóba került már a, a jó, tehát Látszik talán ebből, hogy a webarriválás több az többszintű tevékenység lesz mindenképpen. Tehát a, a minél szélesebb körben, minél nagyobb tömegben archivált anyag, az is itt jön a jogi kérdés. Ez természetesen csak itt helyben a, a Nemzeti Könyvtárban lesz hozzáférhető. Adott esetben a szerzői törvény által megengedett zárt könyvtári hálózaton belül más könyvtárakból a NAVA mintájára. Ehhez hasonlatos szolgáltatásunk már volt, és megint csak ez terveződik is. bizony, benne, hogy ez lesz egy ilyen a, a, az informatikai fejlesztés részeként. Ez ki kell dolgozni egy helyi szolgáltatást ez sem áll még a rendelkezésre, értem az alatt, hogy a, a lementett nagy tömegű anyagot helyben legalább helyi gépeken ö, ö, láthatóvá tenni. Ö, ezzel még elmaradtunk, hiszen a. a van jó néhány munkállomás az olvasó terményben, de azokban USB csatlakozás van, internet van, tehát olyan helyi hozzáférés kell biztosítani, ahol nem botlunk meg a jogi küszöbön, ami tényleg csak olyan helyben használható, helyi, ahogy egy könyvet csak helyben lehet itt olvasni az oaszkában, és nem lehet kivinni. Tehát digitális anyagot sem szabad ebből a gyűjteményből kivinni az oaszkából a szabad, igen, ja, igen. Uh, amit, uh, amiből nyilvános szolgáltatás lesz, és az megint valószínűleg a kisebb része lesz a, az egésznek, uh, ahol uh, egyedi engedélyekkel, külön felhasználási szerződésekkel, a tartalmogazdákkal, adott esetben akár önökkel, vagy az önök intézményeivel tudunk szerződni abban, annak érdekében, hogy az OSZK is szolgáltathassa azt a honlapot, amit mentünk, ami az adatgazdák számára is azért lesz pozitív, mert ők mindig a legfrissebbet szolgáltatják mindet kiadó, de a Nemzeti Könyvtár minél tovább csinálják, annál több pillanatkép lesz, tehát lesz egy visszalépési lehetőség már, ahogyan ez látszik az archiveorg organ. Azt hiszem a Cseh Nemzeti Archivum most kb. 5000 olyan hollap jár, ami már nyilvános is távolról elérhető. A törvény Többet én sem mondok, a következő aladónk pont erről fog beszélni a honlapról, Megírtuk, talán látták, ismerik a jelenlegi honlapot, ez is egy idegenes honlapnak gondoljuk, és készülünk azzal, hogy tönképpen tároljuk a, a projekt eredményét, tároljuk azt, amit eddig itt elmondtunk. Úgyhogy a, a könyvtár webkoordinációs osztályával már elkezdtünk együtt dolgozni, már készül egy olyan honlapterv, ami egy végleges web archívum szolgáltatási honlapot biztosítana. És akkor módszertan, erről már nem mondok többet, mert már így is túlnyomtam az időn, öh és legalább felvillantom, hogy azért mindig vannak továbbfejlesztési tervek, statisztikát már elkezdtünk, már mutatott ebből Laci valamit, amiről talán nem volt még szó, hogy a webarchívum reményeink és terveink szerint nem csak arra való, hogy lementsük a, a, a magyar webet, és itt nézeged, nézegesség, tehát megnézzen valaki egy honlapnak a, a visszameneleges változatát hanem örömmel várjuk és keressük azokat a kutatási kapcsolódásokat a különböző kutatóintézetek vagy kutatók által, akik ezt a reményeink szerint egyre nagyobb növekvő korpuszt szöveg és egyéb adatkorpusszal különböző kutatási tevékenységre tudják felhasználni, például a nyelvtudományi intézet nyelvelemzésekre, ahogy voltak már ilyen együttműködéseink jó, most hirtelen ez jutott kapárból eszembe, tehát olyan szövegbányászati eljárások, amelyek, amelyek felha, egyéb célokra tudják ezt felhasználni. Jó, én be is fejezem, ennyi lett volna akkor a, a jövő